Mikroszkópi preparátumok készítése. Szükséges anyagok, eszközök. Vöröshagyma, burgonya, szike, tárgylemez, fedőlemez, bontótű, csipesz, szűrőpapírcsík, 1%-os kálium-jodidos jódoldat, fénymikroszkóp. Először nyúzatot készítünk vöröshagyma bőrszövetéből. Fejtsük szét a vöröshagyma húsos alleveleit. Az egyik allevél homorú oldaláról húzzuk le a bőrszöveti hártyát. A bőrszöveti sejtek szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, mint az alattuk lévő sejt rétegekhez, ezért a bőrszövet többnyire könnyen lehúzható. Ezután a bőrszövet kis darabját tegyük tárgylemezre. Cseppentsünk rá egy csepp vizet. A tárgylemezen bontótű és csipes segítségével gondosan igazítsuk el a nyúzatot, majd helyezzünk rá fedőlemezt. Figyeljük meg a preparátumot fénymikroszkóp alatt, vizsgálatainkat közepes nagyításon végezzük. A bőrszövet a hajtásos növények testének felszínét borítja, epidermisznek is nevezik. A hajtást és a gyökeret borító fiatal bőrszövet rendszerint egyetlen sejtréteg vastagságú. Az elkészített preparátumon jól láthatjuk, hogy a vöröshagyma epidermiszének sejtjei hosszúkásak, 4-6 szögletűek, szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Vegyük le a preparátumokat a tárgyasztalról, és cseppentsünk közvetlenül a fedőlemez mellé 1%-os kálium-jodidos jódoldatot, és szivassuk át a fedőlemez másik oldalán szűrőpapírcsíkkal. Figyeljük meg a változást a bőrszöveten. Láthatjuk, hogy a sejtmagok a lugol oldattól narancsos árnyalatúra festődtek, ugyanis a jód erősen kötődik a sejtmag kémiai anyagaihoz. Másodikként kaparékot készítünk burgonya gumójából, és a benne lévő keményítő szemcséket vizsgáljuk. A kettévágott burgonya gumó felszínét a szikével kapargassuk meg. Helyezzük tárgylemezre a kaparékot, cseppentsünk rá egy csepp vizet, majd a preparátum fölé helyezzünk fedőlemezt. Vizsgáljuk meg a preparátumot közepes nagyítás alatt. A mikroszkóp mikrocsavarját finoman mozgatva figyeljük meg a szemcséket. A keményítő poliszaharid a növények raktározott tápanyaga. A keményítő összetett anyag, amilózból és amilopektinből áll. A szemcsék sok molekulából fajra jellemzően alakulnak ki. Burgonyánál a keményítő szemcsék egy pontból kiindulva rétegesen egymás fölött excentrikusan helyezkednek el. A magas keményítő tartalmú takarmánynövények az állatoknak és nekünk is, mint energiaforrások jelentősek. Az el nem égetett keményítő zsírszövetek kialakul, és ilyen formájában raktározódik el. Cseppentsünk közvetlenül a fedőlemez mellé lugol oldatot, és szivassuk át a fedőlemez másik oldalára szűrőpapírcsíkkal. Figyeljük meg a keményítő szemcséket fénymikroszkóp alatt.
A szemcsék lugololdat hatására kékek lettek. Ennek az az oka, hogy az apoláris jód molekulák bekerülnek a keményítő molekula hélixébe, ott diszperziós kötésekkel rögzülnek, ettől megváltozik a jód molekulák elektronszerkezete, ezért más színűek lesznek.